Bodrogkeresztúri szüreti nap és néptánc találkozó. Legyesbényei összköszöntő. Tájai Szent Vencel napi búcsú. Köszöntöm a Globot Televízió nézőit, Veres Réka vagyok. Szenzációs hétvégén vettek részt a helyi lakosok Bodrogkeresztúrban, valamint Maroskeresztúr és Balatonkeresztúr testvértelepülés delegátjai szeptember 27 és 28-a között. A szüreti mulatság és néptánc találkozó alkalmával többek között főzőversenyt is rendeztek, valamint bemutatkozott az egyik testvértelepülésük Maroskeresztúri Tipegők néptánc csoportja. Szüreti mulatságot és néptánc találkozót szervezett Bodrogkeresztúr község önkormányzata és a Bodrogkeresztúr Jövőért Egyesület szeptember 27-e és 28-a között. A kétnapos rendezvényen köszöntötték Maroskeresztúr és Balatonkeresztúr testvértelepüléseinek delegátjait. Ez a rendezvény szüreti nap és néptánc találkozó. Igazából ez már egy hagyományos rendezvény, a szüreti napunk. Most kibővítettük a néptánc találkozóval. A Bodrogkeresztúr község önkormányzata, illetve a Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesülete szervezi most ezt a rendezvényt. Már most második alkalommal tartjuk meg a testvértelepülések kis találkozóját. Ugye Balatonkeresztúr és Maroskeresztúr, mint testvértelepülésünk, akik már második alkalommal jönnek el a szüreti napunkra. Szombaton a vállalkozó szelleműeknek is kedveztek, ugyanis a gasztronómiáit rajongók főzőversenyre neveztek be. A megmérettetésen 13 csapat indult, amelyet a Fülöp a Gólya rendezvény és apartmanház környezetében rendezték meg. A kincstári idősek otthona csapat tagjai izgatottan várták már a versenyt, hogy megmutathassák konyhatündéri tudásukat. Ugye az idősek otthona dolgozóival veszünk részt már a második alkalommal a főzőversenyen. Jelen pillanatban visszanyúltunk a hagyományokhoz, egy ősi szabolcsi ételt fogunk készíteni, aminek az a neve, hogy káposztás tyúk. Ez gyakorlatilag savanyú káposztából, gersliből és ugye csirkéből főzzük, nem tyúkból, mert annak több óra hossza kellene. 25 kg húsból indulunk, tehát azt gondolom, hogy mindenkinek fog jutni, hogy megkóstolja. Mindennek van titka, sok mindent nem akarok elárulni, rozmarin mindenképpen és tárkony, ami kell bele. Természetesen a többi arányt azt megtartom magamnak, immáron 5-5-ször versenyzek vele. A mi csoportunkban egy 8 fő van, dolgozókból áll, és úgy gondolom, hogy ez egy kicsit még formálja is a csapatot egy ilyen főzőverseny, közelebb hozza a kollégákat és engem is, mint vezetőt. Hát természetesen meg fogjuk nyerni, ez nem lehet kérdés. A Maroskeresztúri csapat delegátjai is mindent beleadtak az ételük elkészítésébe, akik meg akarták mutatni a bodrogkeresztúriaknak testvérvárosok autentikus főztjét. Most vagyunk itt másodszor, tavaly is részt vettünk. Öröm itt lenni, mindig szívesen jövünk Bodrogkeresztúrra, úgyhogy szívesen fogadtuk a meghívást idén is. Vadasmártást főzünk, vaddisznóból. Ennek az a különlegessége, hogy a vaddisznó az maroskeresztúri erdőből való, tehát otthonról hoztunk mindent. Az alapanyagokat itt kaptuk, került bele még hagyma, sárgarépa, paprika, főzőt tejszínnel lesz majd felhabarva, és orsó tésztával készültünk melléje, de viszont a tavalyi pörköltünknek olyan sikere volt a puliszkának melléje, hogy akkor idén most puliszka kukoricadara vadászatba vagyunk, hogy tegyünk eleget a kéréseknek. 39-en jöttünk összesen, ebből 20 táncos gyerek a helyi tánccsapatból, mert ugye szüreti fesztivál, és akkor tánc találkozó is, és akkor hoztuk magunkkal a fiatalokat is. Tudni kell, hogy van egy sokkal kisebb csapatunk is, egy ilyen 7-10 éves, de idén úgy döntöttünk, hogy akkor legyen a nagyoké a dicsőség. A Maroskeresztúri csapatnak elsősorban a részvétel volt a fontos a főzőverseny során, amelyet jó hangulatban szerettek volna megélni. Az Ádika és Bandája csapat 3 tagja is lendületesen vette az akadályokat, miközben nagy erőkkel tüsténkedtek az üst körül. Egy csülkös körmöt próbálunk meg jó ízűre főzni. Füstölcsülök, rendes bontott csülök, füstölcsülöknek a csontja, köröm, de az csak sima köröm, hát meg különböző fűszerek. Paprika, paradicsom, lilahagyma, vöröshagyma. A délutáni órákban a néptáncé volt a főszerep a faluházban, ahol
Zöldi Bernadett, a Faluház intézmény vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd külön köszöntötte Kovács Edit Maroskeresztúr polgármesterét és delegációját, valamint Kovács József Balatonkeresztúr polgármesterét és képviselőit. Ezután Rozgonyi István ünnepi beszédet mondott. Kihangsúlyozta, hogy ezen a napon bemutatnak egy határon túli erdélyi néptáncot. A polgármester kiemelte, hogy ha a múltba visszatekintünk, akkor a szüret mindig a mulatságról szólt, amit akkor szerveztek, amikor vége volt a szüretnek. Továbbá hozzátette, hogy manapság alig van szüret, ugyanis lassan már szőlő sincs Tokajhegy alján. Azonban úgy gondolja, hogy azon hagyományok, amelyek még léteznek Tokajhegy alján a szőlészeti társadalomban, illene továbbadni az utókornak. Ezért véleménye szerint a szüreti mulatság egy nagyon jó alkalom arra, hogy a helyi lakosok továbbadják a gyerekeiknek a térség hagyományait azért, hogy megismerjék az identitásukat, illetve hogy megtudják, mit jelent Tokajhegy aljainak, valamint zemplénének lenni. Ezért fontos elültetni ezeket a magokat még kisgyermekkorban ahhoz, hogy az utódok a településen maradjanak. Majd jó szórakozást kíván mindenkinek! Ezután Kovács Edit Maroskeresztúr polgármestere fejezte ki ünnepi gondolatait. Beszédében elmondta, hogy mindig vendégszeretetben érzik magukat, amikor ellátogatnak Bodrogkeresztúrra. Úgy fogalmazott, hogy mindig jó hangulatban van részük, hiszen még a csapból is bor folyik. Továbbá megköszönte néptánc csoportjuknak a színvonalas műsort és a főzőcsapatuknak a részvételt. Ezután Kovács József Balatonkeresztúr polgármestere következett, aki elmondta, hogy hosszú évek óta ápolják Bodrogkeresztúr önkormányzatával a kapcsolatukat. 25 évvel ezelőtt tagja volt annak a 10 fős balatonkeresztúri delegációnak, aki az árvízkárokat követően először ellátogatott Bodrogkeresztúrra. Majd hozzáfűzte, hogy ezután részese lehetett a két település által elindított Keresztúr nevű települések szövetségének és találkozóinak. Kovács József továbbra is abban bízik, hogy a keresztúrok életét hosszú időre befolyásolni fogja a közös együttműködés. A beszédek után a néptánc vette át a főszerepet, ahol bemutatkoztak a Nyitni Kék óvoda gyermekei. Utána a testvérváros Maroskeresztúri Tipegők néptánc csoportjának mezőségi néptánca következett. Követően a Bodrogkeresztúri 5-ös József általános iskola 4.-5. osztályos néptáncosai léptek fel. Lépő csoportok műsorait mindenki nagyon élvezte, majd a település faluházából a helyi lakosok és a testvérvárosok képviselői is örömteli pillanatokkal tértek haza. Bodrogkeresztúr község önkormányzata és testvérvárosai abban bíznak, hogy a későbbiekben is tovább tudják ápolni gyümölcsöző kapcsolatukat. Őszköszöntő falunapot szervezett Legyesbények község önkormányzata szeptember 28-án a település művelődésházában. Az eseményen felléptek többek között hagyományőrző népdalkörök, valamint a helyi és a környékbeli lakosok megtekinthették a legyesbényei óvodások őszköszöntő énekes-verses műsorát. Legyesbénye község önkormányzata őszköszöntő falunapot szervezett szeptember 28-án a település művelődésházában. A falunapra érdekes műsorokkal készültek, amelyről Legyesbénye polgármestere Lengyel Név Búzita nyilatkozott.
Idén első alkalommal került megrendezésre ez az őszköszöntő rendezvényünk, nem volt még ilyen a településen, mivel a nyáron nem volt falunapunk, ami egyébként minden éven júliusban szokott lenni, ezért gondoltuk azt, hogy ősszel szervezünk egy ilyen rendezvényt. Elsősorban a szomszédos településekről hívtunk népdalkört, illetve citerazenekart, valamint a megyeszúi fúvós zenekart is meginvitáltuk, viszont az időjárás közbeszólt, ezért nem tudjuk most ezt megtartani, egy későbbi alkalomra halasztjuk, viszont a népdalkör és citerazenekar fel fog lépni. A rendezvényt a Legyesbényei Óvodások műsora nyitotta meg, amelyet örömmel néztek végig a kicsik szülei és a helyi lakosok, hiszen énekes-mondókás kedves produkciójukkal elvarázsolták mindenkit. Szörnyiba elsorba, mennek a naptúra, elmegy a húnyarja, de persze semmi áll, szörnyiba elsorba, mennek a naptúra. Meg a naptúra, most nem az őszköszöntő falunapon a legyesbényei közönséget elkápráztatta a hagyományőrző megyeszúi népdalkör és citerezenekar. Köszöntő falunapon mindenki jól érezte magát, ugyanis többek között hagyományozó produkciókat is láthatott a közönség, ezért jókedélyűen tértek haza. Szent Vencel napi búcsút tartottak szeptember 29-én táján a Szent László római katolikus templomban. A Szent Mise egyházi énekkel kezdődött. Ezután Szabó Attila plébáni kormányzó megnyitotta a Szent Misét, aki köszöntötte a meghívott főtisztelendő Vizi János atyát, az Egri Szeminárium rektorát, valamint azokat a borászokat, akik megtisztelték a boraikkal a templomot Szent Vencel nap alkalmából. Ezután Vizi János felajánlotta a szentmisét az egyházközség minden élő és elveszett tagjáért, majd mindenkit arra kért, hogy bánják meg és gyónják meg a bűneiket az Én Vétkem című imával. Ezután elénekelték az Uram Irgalmas című szent éneket. Ezt követően példabeszédet mondtak a Krónikák második könyvéből, majd Pál apostol levele a Rómaiakhoz című olvasmány következett. Utána a plébáni kormányzó az Evangélium Szent Máté leveléből hirdette az igét. Ezután Vizi János Szent Vencel keresztény életének tanulságairól beszélt. Majd a beszéde során mindenkit arra kért, hogy gondolkozzon el azon, hogyan tudnák összefogással szebbé és jobbá tenni a világot, valamint a környezetüket. Ugyanakkor kiemelte, hogy fontos megtalálnunk azokat az embertársakat, akik hasonló keresztény hittel gondolkoznak, mint a keresztény emberek, hiszen akkor már nem leszünk egyedül a világban. Ezután az áldozás következett. Ezt követően átvonultak a minisztrásokkal a Szent Ferenc oltárhoz, ahol a kihelyezett borokat Vizi János atya megáldotta. A Szent Mise után a díszpolgári címek átadására került sor. Tájakösség önkormányzatának képviselő testülete két fő részére adományozott díszpolgári címet Kalina Ferencné és Holókői Mihály részére, akik egész életüket a közösség szolgálatának szentelték. Németné Suhajda Melinda először Kalina Ferencné pályafutását ismertette, a mindannyiuk Gitta tanítónéni életpályáját. Kalina Ferencné 1940. január 28-án született táján. A helyi általános iskolába járt, majd 1958-ban a Szerencsi Bocskai István gimnáziumban érettségizett. Egy évet a település postáján dolgozott. Akkor értesült arról, hogy a tanítóképzést felsőbb szintre emelik, így 1959 őszén felvételt nyert, és 1962. júniusában szerzett tanítói diplomát a Sárospataki Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. Az év augusztusában kinevezést kapott a Szerencsi akkor még az általános leányiskolában. 2 évet tanított ott, és nyugdíjazásáig szülőfalujában dolgozott, ahol minden tájáért, valamint a benne élő csodálatos emberekért tett és tesz a mai napig is. Közben 8 éves zenei tanulmány folytatott zongora hangszerből.
Ez feljogosította arra, hogy a Miskolci Alapfokú Zeneiskola kihelyezett tanáraként működjön. Nyugdíjazása után a Sátoralja újhelyi Lavotta János Zeneiskola kihelyezett tanára volt. Hangszeren zongorát, citerát, valamint szolfést tanított. Sok éven át járt Vizsoly és Golob településekre is ezen tárgyakat tanítani. 1987-ben elvégzett egy alapfokú népzenei tanulmányt. Tája községben népdalkört alapított Kővirág néven, amit 29 éven keresztül vezetett. Felkéréseket kapott az előbb említett céllal Taktaharkány, valamint a Baújszántó településeken is. Ezen helyekre 7 és 15 éven át kijárt. A sok siker és lelkes munkája eredményeként 2006-ban országos Kóta nagydíj plakettjével és 2020-ban Vas Lajos Szövetség emlékplakettjével tüntették ki. Ugyanakkor mindkét szövetségben 24 éven át országos elnökségi tagként tevékenykedett. Gyakran felkérték zenei zsűrizésre az ország számos pontján, valamint Szlovákiában, Szlovéniában és Kárpátalján is. Az Országos Kossuth Szövetség alapító tagja. 2022-ben vette át a Sárospataki Tanítóképző Főiskolán a 60 éves gyémánt diplomáját. 36 éven át példamutató magatartásával nevelte és tanította a községük apraja nagyját. Mai napig szívesen és örömmel segít, ahol csak tud. Ezután Serfőző Szabolcs tája polgármestere, dr. Németh Judit jegyző, új Némuhi Melinda, a Zempléni Árpád általános iskola igazgatója, valamint Petrovics Gergő intézményük igazgató helyettese átadták Kalina Ferencnének a díszpolgári címet és a hozzátársuló ajándékot, amellyel a tájai közösség háláját és elismerését fejezte ki. Ezután Kalina Ferencné elmondta, hogy megtiszteltetésként érte a magasrangú kitüntetés, majd jelképesen mindenkit a szívére ölelt. Ezt követően Holókői Mihály kitüntetése következett, majd Németné Suhajda Melinda ismertette az életútját. Holókői Mihály 1946-ban született táján, negyedik generációs tőzsgyökeres tájai borász család utódjaként. Iskolái szülőfalujában végezte, majd Miskolcon szerzett villanyszerelői képesítést. Rövid ideig ott is dolgozott, ezután a katonai szolgálatot követően a Mádi Ásványbánya villanyszerelőjeként helyezkedett el. Mindezek közben a Tájai Kézilabda Egyesület aktív sportolója maradt. 1971-ben megnősült, feleségével Ilonával kezdtek építkezésbe. Közösen művelték ekkor még kisebb szőlőterületeiket, oltvány és folyóbor értékesítéssel foglalkoztak. Mindeközben megszülettek lányai Beatrix és Orsolya. Folyamatosan bővítette a szőlőterületeit, majd 1976-ban édesapjával közösen vásároltak pincét az Árpád téren. 1990-ben külön pincét és borferdolgozót vett. Ekkortól kezdtek vendéglátással is foglalkozni, mely először egy erre a célra kialakított pinceágban, majd a 2006-ban megépült korszerű és tágas étteremhelységekben folytatódhatott és folyik a mai napig. Az évtizedek alatt a borbarátok mellett számos miniszter, köztársasági elnök és más illusztris vendég is ellátogatott a borászatába, és vihette a település és a hegyaljai bor jó hírét szerte a világban. 2000 óta a Borót Egyesület tagja, illetve 15 éven keresztül társadalmi munkában látta el a Tája Golob hegyközségi tanács elnöki feladatait. A Nyíregyházi Főiskola kertészet szakos hallgatói 10 éven keresztül díjmentesen oktatta, mely szolgálata miatt az intézmény díszpolgárává választották. Jelenleg 11 hektáron gazdálkodik, 4 tájai dőlőben. Borai számos kiváló eredményt, arany és nagy arany minősítést értek el határon innen és túl. Szakmai munkájának elismeréséül 2004-ben az évborásza Tokaj hegyalján kitüntető címben részesült. Borait 5 országba exportálják tája település nevét hirdetve. Rendszeres támogatója a település rendezvényeinek, iskolai programoknak, illetve egyházi gyülekezeteinek. Hithű katolikusként büszke arra, hogy II. János Pál pápává választásakor a Magyar Katolikus Egyház a pincészetéből származó aszúborokkal ajándékozta meg az egyházfőt. Hálája jeléül a Szent Atya 2002-ben adta apostoli áldását munkájára és életére. Sikere és eredményei miatt érzett örömében időközben kibővült családjával osztozik. Lányai mindketten táján telepedtek le, és összesen 4 unokával ajándékozták meg, akikre legnagyobb büszkeségeiként tekint.
Ezután Serfőző Szabolcs Tája polgármestere, dr. Németh Judit jegyző és Kovács Adorján Zoltán átadták Hollókői Mihálynak a díszpolgári címet és a hozzátársuló ajándékot, amellyel a tájai közösség háláját és elismerését fejezte ki. A kitüntetések után mindenki örömteli pillanatokkal távozott a Szent Vencel napi búcsú egyházi rendezvényről, a Szent László római katolikus templomból. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató non-profit ZRT tájékoztatása szerint hétfőn éjjel pára, köd, rétegfelhőzet képződik, ezek feloszlása után hazánk nagy részén napos idő várható, gomoly és fátyol felhőkkel. Csapadéknak kicsi az esélye. Az északi, majd a keleti szél többnyire mérsékelt lesz. Hajnalban 3-11, délután 15-22 fok valószínű. Másnap éjjel pára, köd, rétegfelhőzet képződik, amelyek feloszlását változóan felhős idő követi, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű. A déli-délkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalban 3-12, délután 16-24 fokra számíthatunk. Szerdán általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hajnalban pára, köd, foltok képződhetnek. Néhol előfordulhat szitálás, gyenge eső. Helyenként megélénkül déli-délkeleti szél. A minimum hőmérséklet 6-15, a maximum 16-23 fok között várható. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb október 20-án jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43, telefonszámú 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!